A sérült Busz Iván is Alá Zoltán nélkül fogadta az első meccsen 11 pontos győzelmet arató nagykőröst a Nyíregyháza Blue Sharks. A hazaiak már az első negyedben ledolgozták hátrányukat, 10 perc után 25-14-re vezettek a cápák. A második negyed végén viszont már a vendégek álltak jobban, mivel 4 ponttal megnyerték a negyedet. A harmadik 10 percet 7 ponttal behúzták Nagy Krisztiánék, és mivel a zárószakasz is a házigazdáé lett, a 18 pontos siker a nyíregyháziak továbbjutását jelentette. Jól kezdett a csapat, és megpróbáltuk már az elején ledolgozni ezt a hátrányt. Egy pár perc után ugye 10 lett a különbség nekünk, és sikerült is ezt megoldanunk, ezt a tervünket. Nagyon jól küzdött amúgy a nagykörös is. Többször visszajöttek erre a 10-11 pontra. Ugye hiába egy másik meccsen ugye megnyugtató előny lehetne 10 pont, de itt ugye a különbség itt egyenlőre lett. De a csapat összekapta mindig magát, és többször el tudtunk lépni 20 közeli különbségre, és ez ki is tartott a végéig. Mivel a PVSK 2 győzelemmel lépett túl a Miskolcon, a nyíregyháziak a Pécssel játszanak az 5. helyért. Én személy szerint nagyon örülök, hogy a Pécssel kerültünk ismét össze. Már 3 mérkőzést játszottunk velük a szezonban, egy nagyon jó idegenbeli mérkőzésen, ugye hosszabbításban sajnos kikaptunk, de az is egy nagyon jó meccs volt, itthon sikerült őket megvenni, illetve a kupába sikerült föléjük kerekedni. Nekem van ugye kötődésem Pécshez is, hiszen 2 évet játszottam ott, nagyon szeretek ott játszani abba a csarnokba, illetve mindig nagyobbat dobban a szívem, mikor abba a városba járok, úgyhogy én kifejezetten örülök, de szerintem a srácok is így vannak vele, hogy jó ellenfelet kaptunk a végére. A kuparendszerű párharc első meccsét csütörtökön rendezik Pécsen, a visszavágó jövő kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Az aranyéremről a Vasas tehetséges fiatalok párharc dönt, a harmadik helyért pedig az oroszlány és a Veszprém mérkőzik majd egymással.